540,000 American troops, and thirty-one thousand died there. Using an apple two is very easy. For the truth to sink in, we kind of catapult the propaganda. Üdvözlök mindenkit, aki nézi ezt a videót! Az utóbbi napokban feltöltött három videó után szeretnénk válaszolni néhány kérdésre, néhány felmerülő kérdésre itt kommentekben. Itt van velem ismét Infobabel csatorna üzemeltetője, és vele fogjuk megválaszolni ezt. Üdvözlök mindenkit! Az első kérdés, amit pont nem találok, de itt van a fejemben, az, hogy uh, Isten. Van-e neki neve? Ez maradt meg a legjobban bennem, ez a kérdés. Valahol itt van, de most pont nem találom. Volt ez a kérdés, hogy ő, őt Istennek hívják, van esetleg más milyen neve, hogy kell őt szólítani. Ez az, amire én sem tudtam volna választ adni. Jó, értem. Persze, hogy van neve. Sőt, hát maga a név igazából minden tőle ered. Ha elfogadja valaki, hogy ő a teremtő, akkor nyilván ezek a dolgok, úgy mint, mint a név, a megnevezése valaminek, vagy például a házasság. A család, ezek a dolgok mind tőle erednek. Természetes, hogy van neve. Sőt, hát ő találta ki ezt a dolgot, hogy megnevezése legyen mindennek. Szóval neki is kell, hogy legyen megnevezése. Hogyha most abba esetleg akarunk belemenni, hogy mi a neve, vagy honnan tudjuk, azt is meg tudom mutatni, de nem tudom, hogy bele akarunk-e menni, hogy mi van a Bibliában, vagy mi van leírva, vagy elkezdjük a verseket olvasni, de. De egyértelműen van neve, sőt, tehát szerintem azt is mindenkinek meg kell értenie, hogy aki foglalkozik a Bibliával, hogy ezek az írások nem magyar nyelven íródtak. És mivel nem magyar nyelven íródtak, ezért ami ránk maradt, ezek mind fordítások. És a másik helyzet az az, hogy az a fordítás, amit általában használunk, azok a héber írások, azok nagyjából úgymond időszámításunk után ezer-től számítódnak. Szóval a mazaretikus írások azok 800 és 1000 közül körül keletkeztek, ami azt jelenti, hogy ezer évvel a, a megváltó halál utáni írásokat használunk, még a Héber írások is. Míg, míg ezek az írások visszamennek 1500-2000 évvel, sőt, hát még többel időszámításunk elé. Úgyhogy a nyelvezet azért egész más, mint amit mi olvasunk a magyar verziókban. Azt nem lehet mondani, hogy, hogy, Isten, vagy Úr, vagy, vagy hogy mindegy, mivel nem ezen a nyelven íródott. Szóval röviden ez a történet. De mindenkinek meg kell érteni, hogy fordítás során információ vész el, illetve alakul át. Ezt szerintem ismeri mindenki. Úgyhogy ezzel is számolnunk kell, hogy Bizonyos mennyiségű információt elvesztettünk. Az A, a, a tanítás, illetve a, az alapvető tanok azok megmaradtak, de a fordítás során azért bizonyos dolgok átalakultak. Én nem azt mondom, hogy megváltozott a jelentése, vagy hogy már nem tudjuk használni, csak azt mondom, ami, ami egy tény, hogy fordítás során azért bizonyos mennyiségű ilyen korrózióval számolni kell itt egy hasonló kérdés, hogy honnét származik ő? Én erre írtam kommentet így a saját fejemből, nem tudom. Láttam. Ja, láttad? De mondja, de most. Ugye, hogy a spirituális világ az igazándiból ott nincs idő, nincs tér, tehát ez egy ilyen felfoghatatlan világ. Nincs univerzum. Abszolút ebben van Isten. De erre is jött egy kérdés, hogy akkor a spirituális világot kialkotta, Istent kialkotta, de ez, 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 ez igazából ez egy ilyen ördögi kör, úgymond, mert nem lehet elmagyarázni. Legalábbis én biztos, hogy nem tudnám ezt úgy elmagyarázni, hogy érthető legyen. hogy Úgy tudtam ezt példával elmondani az egyik ismerősömnek, hogy láttam egy videót nemrég, amiben egy vak emberről volt szó, aki születése óta vak. Uh -huh. Most neki valaki magyarázza el, hogy mi az, hogy piros szín, vagy mi az, hogy zöld szín, vagy mi az, hogy szín egyáltalán. Ezt nem lehet neki elmagyarázni, mert halvány fogalma sincs róla, hogy mi az, hogy látni. Valahogy Igen. így tudom elképzelni Istent is, hogy mi, mi nem tudjuk elképzelni azt a világot, amiben ő benne van. Így van. Ezért írta le azt, amit nekünk tudnunk kell erről az egész világról tulajdonképpen. Úgyhetem, hogy ha valaki Isten keresi, és elfogadja azt, hogy, a, hogy van egy spirituális világ, akkor neki valamilyen szinten el kell fogadnia azt, hogy amit az írásokban, a Bibliában talál, az igaz, és hogyha azt elfogadja, akkor erre a kérdésre a válasz egyszerű, és a válasz az, hogy nem tudjuk, mivel nincs leírva. Azon kívül, hogy azt tudjuk, hogy az idő, a tér és az energia, úgy mint hogy az anyagi világ az őt nem érinti. Szóval ő ezen kívül áll. De most például a ma esti élőben a Yahoo! útján szó volt arról, hogy vannak kérdések, amik kielégítik az ember. Most, hogyha ez az ember, aki ezt kérdezte, nem kötekedni akar csak. Mert ez a kérdés általában felmerül, hogyha valaki csak azt mondja, hogy jó, hogy akkor ő honnan jött, vagy hány éves, vagy mit tudom. Az Na, első kérdés az nem az volt, a második már igen. <laughs> Oké, okay. azért gondoltam, mert ez a második, ez mindig úgy merül fel, hogy jó, akkor ő hány éves, akkor honnan jött, meg ilyenek, nem tudom. De a lényeg az, hogy ha valaki őszintén... Kut szóval vannak, azt akarom mondani azoknak, akik nézik a csatornádat vagy az enyém. Vannak dolgok, amik kielégítik az ember kíváncsiságát, és azt a vágyát, hogy megtudjon információt. De haszontalanok amúgy, és fölösleges őket kutatni. És vannak dolgok, amik fontosak, és kutatni kellene. De egy idő után szerintem mindenkinek el kell jutni arra az érettségi fokozatra, ezen az úton, hogy legalább meg tudja különböztetni azt, hogy mi az, amiben érdemes energiát fektetni, és mi az, amiben nem. Mert az internet az gyakorlatilag ezeknek a, az, az információnak tulajdonképpen az internet egy ilyen feneketlen zsákja, vagy egy lyuk, amiben nincs vége, ebbe, ebbe információ van a végtelenség. Hogyha valaki csak üldözi ezt az információt, akkor az meg fogja találni azt, azt a kielégülést, hogy, hogy információt talál, de az nem biztos, hogy előre viszi az úton, ha érthető, gondolom, hogy mit akarok mondani. Aha, persze. Számomra Va igen. valami érdekes, de nem biztos, hogy foglalkozni kell vele. Most. Például lesz, hogy hány éves Isten, vagy honnan jött, vagy vannak uh -huh. dolgok, amiket nem tudunk, vagy, vagy ki építette a piramist, vagy hogy, vagy miért. Ezeket sose fogjuk megtudni. Nem tudjuk kideríteni. Érted, amit mondok? Mert honnan tudod biztos, hogy te tudod az igazságot arról, hogy kiépített a piramist? Sose fogod megtudni. Uh -huh. Úgy álltam a kommentekhez egyébként, hogy az ilyen nagyon ócsárolókat törölgettem. Tehát akik nem tudtak normális lesz. kérdést feltenni, vagy nem tudtak normális hozzászólni a dolgokhoz, azt alapból töröltem is. Itt van egy, ami abszolút kötekedő, de valamilyen szinten normálisan meg tudta magát fogalmazni, úgyhogy meghagytam, meg gondoltam is, hogy felteszem, ez igazándiból neked szól, nem nekem. Hogy abban a témában, amiben most ezt a három videót feltöltöttem, írja, hogy állandóan Orwell dumájával jön, de nagyon rossz példa, attól sokkal aljasabb rendszer van, és sokkal aljasabb rendszer lesz. Egy rendszer, amiben nagyon sok ember jól érzi magát. Orwell rendszerében egy lepukkant, nyílt diktatúra van, az teljesen más. Ez viszont már ugye az új világrendes témával kapcsolatos. Értem. Ez a kérdés? Vagy, Ja, hogy, hogy mi is? Erre... Csak, hogy ez, a, ez az orwell dolog szerintem. Ó, hát, hát én nem tudom, értél hogy... Ertértél ki, hogy az alapján mondtad de, de szerintem nem erre gondoltál százszerzalékban, csak hasonlatként hoztad fel. Uh -huh. Legábbis így gondolom. Ó, nem, hát figyelj, én nem azt mondom, hogy... Jó, hát az mit jelent, hogy nagyon sok ember jól érzi majd magát ebbe a, az új világrendbe? Nem, nem tudja, hogy milyen lesz az új világrend, hiszen még nem állt fel. Én szerintem az embereknek nincs fogalma arról, milyen lehet egy olyan világ, ahol va van egy, egy vallás van, egy pénz, nem egy kormány, gazdasági rendszer. Sőt, hogyha valaki figyeli az eseményeket, akkor az észrevehette, és az érint téged is, meg mindenkit egyébként, aki kutatja az igazságot, hogy közelítünk ahhoz az időszakhoz, amikor nem lesz alternatíva az igazságban. Ez most nekünk természetes, hogy, hogy elmondom, hogy szerintem lapos a föld, valaki szerint meg nem, szerintem az evolúció egy hazugság, szerint nem, stb. De közelítünk egy olyan világhoz, csak az a baj, hogy az emberek tájékozatlanok, nem azt mondom, hogy ostobák, hanem tájékozatlanok. Nem tudják, hogy, hogy mi az, ami megy külföldön a szólásszabadsággal kapcsolatban, meg ezekkel a dolgokkal kapcsolatban. Már most sem lehet akármit mondani. Én például most szembesültem vele, Persze én tudtam ezt régen, de olyan nincs Magyarországon vagy Európában, legtöbb országban, hogy holokauszt tagadás. Szóval már most sem lehet bármit mondani. Közelítünk ahhoz a világhoz, ugye az áhírek miatt, meg ezek miatt a dolgok miatt, hogy egy igen erős nyomás nehezedik a kormányokra, az emberek felől, persze az emberek manipulálva vannak, de az emberek felől, hogy legyen egy igazság, hogy ne lehessen alternatíva. Most minek lehet azt mondani, hogy lapos föld, mikor mindenki tudja, hogy gömbölyű? Érted? Ja. Szóval, a aki most azt mondja, hogy ott jól fogja érezni magát valaki, én én erősen kétlem, hogy egy olyan világban, ahol nincs alternatíva. Érted? Mert ha, ha nincs, akkor nincsen vélemény, hogyha nincs alternatíva. Ha, ha meg akarod határozni, hogy mi az igazság, és az az igazság, és annak nincs alternatívája, akkor az azt jelenti, hogy nem lehet véleményed, csak az, mint amit ők meghatároznak. Szóval az egy egész más világ lesz, mint ahogy az emberek elképzelik, hogy ó, majd a, a, robotok dolgoznak, mi meg megyünk egyik vakációba, a másik vakációba a, az általános alapjövedelmet költjük. Munkanélkül, meg minden nélkül. Ez, ez nem, nem, így lesz. Persze, hát logikus az is, hogy emberre igazán mindig szükség lesz, de annyira, amennyi jelenleg van, biztos, hogy nem. Tehát az a rendszer, ami ki, van, ki lesz találva, hmm. 8, hát most talán számolhatunk már közel 10 milliárd emberrel, de szerintem az elkövetkező 10 évben biztos, hogy lesz 10 milliárd ember a Földön. Uh -huh. Hova raknak annyit? Főleg úgy, hogy a technológia folyamatosan elengedi az embert, tehát nincs már szükség annyi emberre. Én is ahol dolgozom, 5 éve dolgozok ott, amikor mentem arra a területre, 8 ember dolgozott ott. Jelenleg idén lesz levágva még egy ember. Tehát négyen fogunk ott dolgozni. És uh -huh. ez mind azért, mert összevonták ugye a gépeket, nincs szükség annyi emberre. Pontosan? akkor hova rakják majd azokat az embereket, akikre nem lesz szükség. És ilyenkor idáig már nem jutnak el azok, akik ezt a kérdést felteszik, hogy valószínű, hogy azok az emberek, akik irányítják a Földet, azok úgy tekintenek ránk, mint fölösleges emberekre. Nem is tudom, melyik filmben mondták ezt, ezt a... Ugye volt ez a bukás például a második világháború, ott is volt egy olyan mondat, hogy háborúban nincsenek civilek. Most ezt azért hoztam fel példaképpen, mert ez is mutatja azt, hogy mennyire nem, nem veszik ember számba az embert. Tehát, hogyha bármi ilyen kialakul, akkor úgy szabadulnak meg az embertől, mint egy, egy, egy bogártól konkrétan eltapossák egy az egybe. Pontosan. A, én szerintem a Mátrixnak a, az a része, amikor fölébred Neo, és látja azt a sok kapszulátot, emlékszem biztos, hogy sorakozni. A, igen, a, igen, igen, igen. Az egy, az egy nagyszerű példája annak, hogy mi, mi az, ami tulajdonképpen történik a világban. Most meg akarom mutatni, de itt van. Az ember alkotja, valóban az eleme ennek a rendszernek az ember, de nem úgy eleme, úgy, mint egy, egy, egy eleme, egy alkotó elem, hanem mint az energia forrása. Kiszedték, az emberiség volt az, aki a munkájával, a tudásával összehozta ezt a rendszert. Valóban felhasználtak minket arra, hogy felépítsük a rendszert, mert szükség volt ránk, de már nincs. Null, gyakorlatilag a nulla emberrel is azok, akik uralják és irányítják ezt a világot, el tudnák működtetni a világot. Szóval effektíve nincs szükség ember. Magyarul hisz... velünk a saját Így, pontosan, ahogy mondtad. Pontosan ez a szituáció. Nincs szükség emberre tovább, és ki fogják használni azt, hogy meg lehet szabadulni az embertől, hogy káosz generáljanak, mert, mert ez történik most. Ahogy, ahogy te, hogy szépen lassan engedik el az embereket, azzal, hogy engedik el az embereket, gyakorlatilag a gazdaságot teszik tönkre, hiszen csökken a fizető képes embereknek a száma, akik pénzt költenének. És így, ha csökken az, aki költi a pénzt, így mindenki, aki, aki azokat a, azt az összeget megkapta volna, annak az üzlete szintén szenved, szóval neki is kára van, és így ez egy ilyen egy folyamat. Láncreakció. Így van, egy láncreakciót indít el ez az egész. Szóval ez, ez összetettebb annál, mint hogy megszűnnek a munkahelyek, vagy hogy majd, majd Persze, a technológiával mi el tudnánk tartani ezen a, ezen a földön, bocsánat, szerintem nagyon-nagyon sokkal több embert is. Csak nem ez a célja azoknak, akik ezt a világot uralják. Úgyhogy ezért nem így van. De miért ne tudnánk, ha, ha ennyit el tudunk tartani így, ahogy most, akkor ha, ha minden erőnket arra összpontosítanánk, hogy, hogy egy fenntartható életformát kialakítsunk az embereknek, érted, amit mondok, akkor. Uh -huh. Akkor képzeld el, hogy mire lennénk képesek, hogyha a szívószálat nem műanyag zacskóba csomagolnánk. egyesével? Én így gondolom. Persze. Azon még egyébként nem gondolkodtál el, hogy ha nem történt volna meg a bűnbeesés, ugye akkor örök élete lett volna az embernek. Hmm. Egy idő után akkor is túlnépesedtünk volna. Nem tudjuk. Sigaz? Nem nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy mekkora a Föld egyrészt, nem tudjuk, hogy mi a leosztása. Uh -huh. De egyébként, hogyha csak a... megpróbálok keresni egy képet. De hogyha ha rákeresel arra, hogy mekkora a Föld a lakosságot mekkora területen lehet elhelyezni abban, úgy értve, hogyha egy embereket egymás egyére hátára állítod egymás mellé, akkor az gyakorlatilag egy amerikai államnak a töredéke lesz, ha jól emlékszem uh -huh. el. Tehát az azt jelenti, most képzeld el azt, hogy akkor, ha ha ez a mennyiségű ember elfér egy akkora területen, akkor mi van, ha az egészen ez van. Most van szóval egy másik dolog, tudod, az az, hogy ennek lenne egy természetes korláta. Szóval nem biztos, hogy a végtelenség szaporodna az emberiség. Hogyha... Uh -huh. Meg hát sok minden. Meg hát ezeket nem tudjuk, ezeket a dolgokat. Szóval... Bársa. De egyébként Na, most... jobban, jobban örültünk volna neki, ha azt éljük meg mindezt. Még megélhetjük végül is azért dolgozunk, hogy, hogy, újra örök életünk legyen, ha jól gondolom. Végül is lehet, csak ez így megnehezítettük a saját dolgunkat. Illetve hát Ádám és Éva megnehezítette a mi dolgunkat, de a vége a történetnek az, hogyha valaki olvas a jelenések 21-22, megmondja, hogy, hogy a végén visszakerülünk odahol, és örökké élünk, de ez egy, ez egy nehéz út egyelőre. Sőt, hát ez ennél csak nehezebb lesz, azt mondom, uh -huh. hogy a világ mindent el fog követni annak érdekében, hogy ezt nehézít tegye. Azt vettem észre, hogy nagyon sokan nem tudják tudatosítani ezt a spirituális világot, ahogyan uh -huh. kéne ezt elképzelni. Próbálják ugye azzal párosítani, amit látnak, azzal a világgal, ahogy most uh -huh. vagyunk. Meg ugye az, hogy Isten belehelyezik ebbe a világba, hogy Istennek is vannak korlátai, uh -huh. az, az feltételezi azt, hogy ő nincs konkrétan. Mert nem tudnak elképzelni egy olyan Istent, ami ami nem, hogy van, hanem mindig is volt. Kinek nincs, nincs az, hogy idő, nincs az, hogy tér. Tényleg nehéz ezt elképzelni, főleg úgy, hogy valaki alapból úgy áll ezekhez, hogy ezelőtt nem hallott ilyenekről, vagy nem akart uh -huh. ilyenekről hallani, nem akarta egyáltalán elképzelni, vagy gondolkodni rajta. Yeah. Úgy, így, így így próbálom megérteni. Ugye... Jó nyilván azok, azok, akik ugye gyűlölködnek, szerintem ezeket is úgy vagy, hogy akik alapból úgy állnak a dolgokhoz, hogy nem az, hogy meg se próbálják, hanem azért jönnek ide, hogy valamit beszóljanak. Ó, oh, hát, ez hagy. Igen. Az hidegen, hogy de úgy érted, hogy, hogy neki van, hogy van -e korlátai. Nem tudom, hogy mit jelent az, hogy én úgy, úgy, gondolkoznék ezen, hogy vagy úgy képzelném ezt az egészet. A spirituális világ az, az felsőbbrendű ahhoz képest, ahol mi vagyunk. Hogyha nem csak, nem csak hogy a teremtő az, aki felsőbbrendű, hanem minden más, ami a spirituális világban dolgozik, az mindegyik kivétel nélkül felsőbbrendű az emberhez képest. Most, ha, ha, ha a felsőbbrendű nincsenek fizikális korlátai, vagy, vagy időkorlátai. Ha belegondolok abba, most nem tudom, hogy azok, akik hallgatják ezeket a videókat, tisztában vannak -e egyáltalán, hogy mondjuk a, az, az úgymond Bibliai, spirituális világ hogy épül fel? De hogyha, ha nem, akkor a teremtőn kívül még számos osztály van idézőjelben, nyilván ő fölül áll mindenet, de azon, az, azután a, a teremtményeknek különböző osztályai vannak a spirituális világban, amik mindegyik felsőbbrendű az emberhez képest. Elfelejtik azok az emberek, akik azt mondják, ezt, amit most mondasz, vagy így állnak hozzá, hogy tulajdonképpen a mi világunk az, az, amit mi érzékelünk a valóságból, szóval ez valóban idézőjelben egy virtuális világ, hiszen mi, érz, mi felfogjuk a érted, amit mondok, az érzékszerveinkkel felfogjuk, Aha. de az, az alakít ki egy képet az ember elméjében. Kérdés az, hogy mi az, ami valós azok közül, a dolgok közül, amiket nagyon sok ember gondol. Mi van akkor, mint ahogy ez van a valóságban, hogyha a spirituális világ képes hatással lenni az emberek gondolatára. Mint ahogy képes. Nem csak a gondolatára, hanem, hanem az érzéseire és mindenre, ami a fejében történik. Ezért van az, hogy mikor azt mondják, hogy milyen nagyszerű euh, légkör van egy foci stadionban, úgy, mint hogy atmoszféra. Azért van az az atmoszféra ott, mert az egy spirituális erő, ami uralkodik abban a stadionban. Az, vagy, vagy milyen jó partiba voltunk, mindenki úgy együtt mozgott a DJ-vel, vagy mit tudom, hogy mi. Ez azért van, mert, mert van egy spirituális elő, ami, ami az emberekre hatással van. Sőt, van, van az a kifejezés, hogy belelkesül a lélek maga az, az tulajdonképpen az, amiről most beszélünk. Az spirit angolul ruach héberül. Ez azért van, vagy átszellemülten számítógép Miért mondjuk azt, hogy átszellemű? Ezek ezt jelentik. A, a, van, van egy spirituális világ, és az hatása van arra, hogy az emberek viselkednek, csak ezt nem tudják, mert nem hisznek benne, de az nem azt jelenti, hogy az nem létezik. Sőt, szerintem ez a nagy trükk az egészben, hogy elhitették velünk, hogy ez nem létezik ez a világ. És így, így nem hiszünk benne. Mármint a spirituális világ. Pontosan? Hát mm -hmm. nem. Elhitették, de. hogy csak az létezik, amit be lehet bizonyítani kísérletek. Nekem mindig ezt mondja mindenki, hogy ó, hogy láttad, vagy, vagy, vagy beszéltél vele, vagy hallottad, miért? Te, 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 láttad a földet, hogy, hogy ez egy gömb, vagy láttad azt a majom embert, amitől mi származunk? Vagy beszéltél Genghis Kánnal, vagy Hitlerrel? Vagy voltál a Holdon, hogy azt mondod, hogy ez egy gömb? Szóval miért csak nekem kell bizonyítékokat prezentálni, hogy én bizonyítsam? Hát már kutatásokkal megállapították. Hát, de ugye én ez, ezt, ezt úgy vázoltam fel alapjáraton, hogy egészen addig, amíg te magad nem tapasztaltad meg, nem láttad azt, hogy hogy néz ki a Hold, nem voltál az űrben, nem láttál meteoritokat, nem láttál csillagokat a saját szemeddel, egészen addig a te bizalmadat belehelyezed valaki másnak a kezébe, annak Pontosan. a kezébe, aki azt állítja, hogy ezt látta. Pontosan. De onnantól kezdve felmerül a kérdés, hogy mi van, ha ez az ember hazudik neked. Így van. Nem lehet tudni, nem lehet tudni. És te olyan emberben bízol meg az, aki ezeket elhiszi, akit nem is ismersz, csak azt állítja, hogy ő tud ezekről, bizonyítja neked olyan képekkel, amikről szintén nem tudod, hogy valósak, és ezt elhiszed. Én, én tökéletesen egyetértek. Végül is mindenki hisz valamiben. A kérdés az, hogy, 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 mikor azt mondják, hogy ó, de hát a Bibliát emberek írták, és a tankönyveket kikírták Szóval, vagy azokat a regényeket, amiket mindenki olvas, vagy, vagy, vagy vagy, vagy Cicero, meg ezeket, ők is mind emberek voltak, vagy Shakespeare, ha egyáltalán ezek léteztek. Úgy értem, hogy nem azt mondom, hogy oké, okay, mi a bizonyíték arra, hogy Shakespeare létezett, és ő írta azokat, amiket írt. Csak én nekem el kell hinnem, hogy valaki azt mondja, hogy de ez, ez az ő műve, vagy, vagy akkor, akkor miért nem elfogadható az, hogy én be tudom bizonyítani azt, hogy több tízezer kézirat van, ami az Új Szövetségnek a könyveit, különböző másolatok az elmúlt kétezer évből. Kétezer évből több tízezer kézirat, semmi más nem ér a közelébe se ennek, amit ember alkotott, amiből ennyi példány fennmaradt akkor És úgy az a diszkrepancia, vagy az a különbség ezek közt elhanyagolható. Egy százalék körül van a különbség ezek közt, a, a kéziratok közt, és egyik sem érinti az alapvető tanítást. Mármint azok közül, ami hitelesnek mondható. Érted, amit mondok? Szóval Aha. azt hiszem 30 ezer vagy mennyi kéziratból áll össze a, az, új, az úgynevezett új szövetsége a Bibliának, amennyi nekünk van. Több, mint 30 ezer. Akkor akkor hogy lehet azt mondani, hogy erre nincs bizonyíték, mikor az ott van? Mindet hamisították, de akkor miért, miért, akkor miért kell elfogadnom, hogy Shakespeare, vagy Darwin, vagy ezek a dolgok? Ez úgy van, hogy ha, ha 30 ezeret meghamisítanak, vagy értető, szóval én úgy gondolom, hogy, hogy épp elég bizonyíték van. A másik meg az, és most ezzel ezt a kérdést, vagy ezt meg is fejeztem, de az írások sehol nem is mondják, hogy nekünk bizonyítékot kell szereznünk erre az egészre. Ez az egész könyv a hitre épül. Ez sosem, ő sosem mondta, hogy menjék utas, hogy, hogy beszélj a tudósokkal, hogy bizonyítsák be, hogy én szétválasztottam a tengert, és az lehetséges egy hurikánnal, vagy egy, vagy egy akármivel. Ő csak azt mondta, hogy ide. a Hit... Tehát akkor lény lényegében nem azt mondta, hogy menj oda hozzá, és addig mondd neki ezeket a dolgokat, a dolgokat, amíg el nem hiszi, hanem menj oda hozzá, mondd el neki egyszer, és a többi rá van bízva a lelki ismeretére. Sőt, hát még, még tovább is ment, mert ugye, akit nem hív, az nem is hivatalos a, a rendezvényre. Szóval, uh -huh. én mondhatom is, mint amit te csinálsz, vagy amit én csinálok ezekkel a videókkal. Van, akit megtalál, valakit nem. Ez egy for, 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 formája annak, bocsánat, hogy ő hívja az embereket magához. Ennek megvannak a különböző fokozatai. Nem mindenki azzal kezdi, hogy lapos a föld, hanem, mint én is, a szimbólumok, a különböző hokszok, meg ezek a dolgok. Illumináti, és akkor így vezet szépen oda magához. Hív magához. De ha nem hív, akkor te csinálhatsz amit akarsz. Ezért van az, hogy 10 millió ember van az országban, és 5000-en vannak feliratkozva a csatornánra. Nem, nem mindenki hivatalos erre a rendezvényre. De még aki uh -huh. hivatalos, az sem mind fog eljutni a végén oda. De a hit, ennek az egésznek az alapja. Anélkül lehetetlen. Ez egyébként le is írja szó szerint így. Ez nem bizonyítékokon alapszik. Ha valaki bizonyítékot keres, a teremtő létezésére, az már rég rossz. Áttérek egy kicsit a másabb statikájú okay. kérdésre. Szimbólumok inkább. Uh -huh. Ez a kérdés bár így lett konkrétan leírva, de így nem igazán tudtam értelmezni, hogy akkor az. Az lenne, ha mindenütt ott vannak azok a bizonyos jelek, akkor ezeket el kell kerülni. De szerintem úgy értelmezte ezt a kérdést, hogy kell -e ezekkel foglalkozni. Uh -huh, uh -huh. Tehát azzal, hogy én tudom, hogy az most mit jelent, akkor én az ellen mit tudok tenni. Vagy elég az, hogy csak tudatosítottam magamban, hogy mit jelent, és vagy éppen arra gondolt, hogy ha ő felvesz magára olyan dolgokat, mint például ruha, vagy ilyesmi, amin olyan szimbólumok uh -huh. vannak, akkor ezzel ezzelő valami olyan dolgot követel Isten ellen, amit ami nem helyes. Még ezt tudom elképzelni, vagy kivenni így a kérdésben. Oké, okay, figyelj, én ezt nem tudod elkerülni. Pontosan ez a bizar az egész világban, szerintem. Hogy eljutottunk egy olyan szintre, hogy gyakorlatilag úszunk ebben, a, ebben az okult mágiában és ezekben a szimbólumokban. És a világ nem nézne így, hogyha ezek nem működnének nem, nem fektetnének ekkora energiákat belé, hogyha ha ezek nem működnének, akkor nem rendeznének meg minden egyes, minden egyes tévéműsort, meg nagyobb sporteseményt úgy, hogy az egy, az gyakorlatilag egy okult szertartás. Minden egyes nagyobb sportesemény megnyitója, vagy záró a félidei só minden vetélkedő a tévében, akár a magyaron is most már, az, az, egész egy, egy rituálé, egy, egy okult, mágikus rituálé. És ezeknek persze, hogy van hatása az emberre, hogy ne lenne. Az egyik legfontosabb az, az a szexualitás. Azért, mert ez egy olyan erő, ami, ami az embert fundamentálisan, vagy alapvetően megtámadja az ember lelké. És ettől nagyon nehéz elbújni ma a világban, hiszen annyira nyilvánvaló már mindenhol. És ezt mindenki tapasztalja, biztos vagyok benne, aki, aki hallgatja ezeket a videókat, ha elgondolkozik azon, hogy, hogy egy nap mennyi erotikus jellegű anyaga találkozik, akkor most gondoljon itt bárki csak a zenére, akkor az újságokra, a tévéműsorokra, a filmekre, és ahogy az emberek viselkednek, plusz, ami a telefonján ömlik felé, akkor rádöbben arra, hogy mi több erotikus tartalmat lá tartalommal találkozunk egy nap, mint nagyanyám egész életében. Aki leérte az egész életét egy faluban, neki nem volt ilyen koncepciója, ami, ami egy 11 éves, 12 éves gyereknek van most, csak azért, mert megnéz egy videoklipet. Azt mondani akkor, hogy ennek nincs jelentősége, hát akkor nem csinálnák, hogyha nem lenne jelentősége. Meg ugye ez alapján meg is született ez a fogalom, hogy mert a mai fiatalok. ezt, ezt tökéletesen rá lehet fogni arra, amit most mondtál. Így van. azért ilyenek a mai fiatalok szexualitás terén, mert ők ezt kapják folyamatosan. Ez az egész világ egy, egy nagy programnak az eredménye. Ezt intelligens emberek manipulálták azt az életformát is, amit. Nagyanyámért, meg azt is, amit mi. Csak elérkeztünk egy olyan ponthoz, amikor ez a gyakorlatilag a végjáték ennek a, az előadásnak, ez a vége. És ez, ez ennyire bizarr, ez ennyire aberrált, és ez ennyire abszurd. Én nem el senkit, mert én ebbe éltem benne. Szóval én ugyanannyi baromságot megcsináltam, mint bárki más, meg többet de az nem azt jelenti, hogy az ember nem változhat meg, és nem változtathat azon az úton, amit jár meg a viselkedésén, de ez ez, ez a teremtőnek hála, meg ez, ez köszönet neki, hogy ez így alakul. Hogy ő hajlandó volt engem onnan kihúzni, amilyen mélyre én leástam magam. De, de persze, hogy ezeknek a szimbólumoknak szerepe van. Szerintem óriási szerepe van. Ha az ember tud róla, az más, akkor ki tudja védeni, de ha nem, akkor ez csak szivárok bele az agyába, kontroll nélkül gyakorlatilag egész nap. Következő kérdés, ez uh -huh. egy kicsit szintén másabb. Okay. Egyébként még azt szerettem volna megígézni, hogy a, amit nagyon várok, de rajtam kívül úgy tűnik, hogy mindenki, az majd amikor erről a lapos földről kezdünk beszélni, mert a legtöbb kérdés ebben jött, meg uh -huh. szinte ezekről kaptam kérdéseket, meg kollégáim is ezekről faggatnak jól uh -huh. részt. De mondtam, hogy türelemmel lesz erről is szó. Úgyhogy ezeket a kérdéseket, az ezzel kapcsolatos kérdéseket én most nem teszem fel. Jó, megadjuk egy mert, külön. mert lehetséges, hogy majd választ kapnak rá, hogyha szó lesz róla. Okay. De, de itt van egy olyan kérdés, hogy mi a véleményed az álmokról. Uh -huh. azt, azt irányítja valaki. Ez is egy olyan kérdés, szerintem, mert nem fejtette ki részletesen, hogy most arra gondol, hogy Isten irányíthatja-e az álmainkat, vagy irányíthatóak-e az álmaink ember által is, tehát manipuláció által is irányíthatóak-e? Egy, egy verset hagyom olvasok már fel, ez jobb könyve, mindenki ismeri jobbot, gondolom a Bibliában, azt mondja, hogy akkor álmokkal rettentesz meg engem, és látásokkal háborítasz meg engem. Ami azt jelenti, hogy kommunikál mindkét oldal. Ezt mondtam az, az előbb, és ez szerintem egy csodálatos példa, ami az ember elmében zajlik, az, az csak nekünk egy elvont terület. Azért, mert mi egy fizikális síkon operálunk elsősorban. Ami az ember elméjében zajlik, abba a spirituális világ bele tud csatlakozni. Érthető, amit mondok? Mint egy számítógépen rácsatlakoztasz valami. Ami a mi elménk, az a spirituális világnak az élettere. A gondolat, az érzés, az számukra olyan, mint számukra az, hogy megeszek egy, egy, egy szelet kenyeret, vagy megeszek egy pohár vizet, ők ezzel tudnak kommunikálni, meg interakcióba és kapcsolatokat létesíteni. Ezért mondom, hogy mi, mindenkinek, a, aki azt hiszi, hogy ó, most csak eszembe jutott ez vagy az, persze, honnan tudod, hogy az csak új eszembe jutott? A spirituális oldalon, gyakorlatilag mindenki a spirituális oldalon, manipulálni tudja azt, amit gondolsz, érzel, vélsz vagy hiszel. Ez a lényege a spirituális oldalnak. Ezért próbálom elmagyarázni az embereknek, hogy ha nem követik az írásokban leírt életformát, és nem olvassák azt a könyvet, akkor az ő elméjük egy ilyen spirituális csatatérré változik. Mert beengedik a másik oldalt, akinek az a célja, hogy elterelje a helyes útról a posztulás felé ha követjük azt az utat, amit, amit felvázol a teremtő az írásokban, akkor ő védelmezi, mint ahogy a kezét ráteszi valaki egy emberre, hogy így védje. Pontosan úgy, mondok még egyet, ha már, ha már jobbnál tartunk, csak azért, hogy nem akarok a Bibliába belemenni ilyen szinten, de csak azt akarom érzékeltetni, hogy mi, semmi nem új, csak annak új, aki még nem olvasta ezt a könyvet. Ez a kérdés, amit amiről beszélsz. Azt mondja, mikor a sátán, vagy a sátán beszél a teremtővel jobbról, azt mondja, hogy avagy ok nélkül féli egy jobb Elohimet, vagy Istent, nem te -e körül őt, magát, házát és mindenét, amilye van, keze munkáját megáldottad, marhája igen, elszaporodott a -e földön, az, hogy körülvetted, ez egy kerítéssel körbevesz valakit, vagy elhatárol, vagy eltorlaszolja, vagy elrekeszti. Azt mondja Satán, hogy persze, hogy fél téged, mikor körülvetted egy kerítéssel, hogy nem férek hozzá. És ugyan ennek az a, az a vége, hogy elveszi a kerítést a teremtő és különböző csapások érik jobbot, ennek ellenére jobb kitart a hitben, de amit akartam mondani, az az, hogy gondolom világos, amit mondani akarok. Go ki, nem, Nekem, egy kerít, nem, nem egy kerítést épített jobb háza köré, hanem spirituálisan körbevette egy, egy kerítése, és nem engedte, hogy ezek a, a, a spirituális idézőjelben lények hozzáférjenek az elméhez és el, eltérítsék őt. Akár fizikálisan, akár... Szóval, hogy ne? Ő kommunikál az álmokon keresztül. Ez az egyik része. Mellesleg, azt kell, hogy mondjam, hogy az álom hasonlít legjobban ahhoz, ami a, a túlvilágon történik majd az emberrel. Kíváncsi arra, hogy milyen lesz a, az élet a halál után, olyan, mint ami az álomban van? Nekem is életem legborzalmasabb élményét álmomban éltem át, úgyhogy nem van, van igazság. <laughs> hát reméljük, hogy jó lesz az, ami utána jön, de, de ugyanúgy lehet jó is, mint ahogy rossz. Arra gondoltam, hogy. Sőt, az álom egy nagyszerű példája on, annak, hogy igenis létezik egy spirituális oldal. Hiszen az ember mozgás nélkül teljesen tudatlanul is tapasztal meg dolgokat, és mikor felébred, úgy gondol vissza rá, mintha az valóban megtörtént volna. Igazából nem tudod megkülönböztetni az álmot a valóságtól. Csak azért, mert bizonyos dolgok történnek az álmomban, ami a valóságban nem történik meg, vagy nem történhet meg. De amúgy nem tudsz különbséget tenni az álom és a valóság közt, nem? mikor benne vagy. Hm. Ritka az az éber álom, hogy Tudod, hogy álmodsz, és tudod irányítani ami. De abszolút mindkét oldal kommunikál veled folyamatosan. Hogyha ha, ha nem az írások szerint élsz, akkor, a, a, akkor kinyitod az elmédet egy, egy másik erőnek, ami legtöbbször úgy közelít, minthogy veled lenne, és pozitív lenne, és nem fogod tudni megkülönböztetni. De az álmok a legtöbb esetben üzenetek. Ilyen vagy olyan formában. Jöttek még ilyen két oldali Kérdések is, hogy Aha. mi van akkor, ha Isten teremtette az anyagot, a teret és az időt? Annak mellékterméke volt az ősrobbanás és az evolúció. Hogy ez miért ö, nem lehetséges? Tehát itt gondol arra, hogy Isten teremtette az ősrobbanást. Tehát az ősrobbanásból indult ki ugyanúgy minden, de Isten ez alapján teremtette meg az embert. Ezt tudjuk, hogy nem így van az írások alapján. Ugye hogy ha valaki, én abból tudok kiindulni, hogy mi, mi az, ami le van írva az írásokban, és akkor ahhoz visszavezetem az embereket. Ha aki kérdezik ezt, nem hisznek ebben, az arról én nem tehetek, de én nem tudok más. Tehát, hogyha valaki Istenről beszél, akkor kezdetben teremti Elohim eget és a földet, azaz az anyagot, magát. Azután azt mondja, hogy legyen világosság, így van, és a teret pontosan, legyen világosság, utána elválasztja a világosságot a sötétségtől, és azt mondja, hogy a világosság a nappal, a sötétség az éjszaka, és ez az első nap. És lesz este és reggel ez az első nap, tehát az időt is megteremtette. Tudjuk, hogy ez egy nap, hiszen azt mondta, hogy lett este és lett reggel első nap. Szóval ez egy szó szerinti nap. Ez nem egy milliárd év, vagy tíz milliárd év, vagy ősrobbanás, vagy evolúció. Ez le van írva, hogy ő ezt teremtette. Sőt, a hatodik napon megteremtette az összes állatot, és lett reggel, és lett este, szóval ez is egy 24 óra, és nem egy evolúciós folyamat. Hogyha ha engem kérdez valaki, és az, hogy mi van leírva. Az, az a, a Biblia nagyon egyszerűen megcáfolja ezt, hogy választod -e erre a kérdésre, hogy mi van, hogyha az ősrobbanáss teremtette. Nem azzal teremtette, hanem egyszerűen csak beszélt és lett. És szerintem ez egy nagyszerű példa arra, hogy az, ami az ember száján kijön, az nagyon is nagy erővel rendelkezik vagy, vagy akár hatalommal, ha úgy akarjuk venni. És ez így van egy embernél, és persze nem úgy olyannal, mint a teremtő, de gondolj bele, hogy mindaz, amiről te beszélsz a videóidban, vagy én, vagy a tanár, vagy a tévébe mondó, az mekkora energiával és erővel rendelkezik. És milyen hatással van emberek életére? Megkérdezték tőlem, hogy én miért nem beszélek annyit a videókban, én azt válaszoltam rá, hogy nem akarom elmondani kétszer ugyanazt. De oh. lényegében, ha nem, ha nem válaszolok, akkor valószínű azért nem válaszolok, mert egyetértek veled, és most sem fogok. Oh, én én gondoltam rám úgy, hogy, hogy esetleg elmondtad, De hát ez te. Úgyhogy mondhatod, hogy nyugodtan én kíváncsi vagyok a véleményedre, vagy, hogyha abszolút. hát... Elképzelhető majd szerintem, hogy eljutunk a odáig, <laughs> hogy jó. fogunk. Fogunk olyan dolgokról beszélni, amikben nem értünk egyet. Itt még van egy kérdés egyébként, amit, amire uh -huh. már megválaszoltad így az előbbivel. Ez is hozzá tartozik még ez a kommenthez, hogy mi van, ha nem csak egy Isten létezik, de Isten a legerősebb, aki teremtette a világot, mert ahány mitológia, annyi Istenben hisznek. Uh -huh. Magyar, magyarul, hogy Isten teremtett még Isteneket, de ez szerintem egy azon felül, hogy nevetséges állítás. Még meg is válaszoltad rá, hogy ezt sem lehet alátámasztani a Bibliában. E, figyelj! Ez egy, ez egy ö, olyan. Persze, értem, a, ö, mutatok valamit ö, egyébként, hogyha Másik Mózes 15. Kicsoda az istenek közt olyan, mint te? Ugye azt mondja, hogy Uram, de egyébként ez jó, kicsoda olyan, mint te az istenek között? Szóval akkor vannak istenek? Én nem hiszem, itt az istenek között szerintem az emberek által kitalált istenekre gondol, de úgy. Uh -huh. úgy. Ez alapján szólja le őket, hogy konkrétan ők. ők kitalációk, még Isten nem az. Hogyha... Ha, ha Ha érdekel, vagy, vagy az, aki kérdezte, őszintén érdekel, akkor, akkor megosztom, hogy az Isten, ezért nem használom azt a szót, hogy Isten, oké? Okay? A, ez a szó az eredetben Elohim. Elohim azt jelenti, hogy hatalmasság, vezető, vezér, el szóból ered. A Héberben az el pedig erős tanítót jelent. Aleph, be, uh, Lamed, két karakter, a Héberben minden karakternek van egy jelentése. Erős tanítót jelent. Akkor érti most már mindenki, hogy mi az Isten? Az Isten az egy erős tanító. ha valaki a világ útját járja, akkor az a világ erős tanítójának az útját járja, aki nem más, mint az ellenség, vagyis Hásetán, uh, vagy Sátán. És minden a, a úgynevezett Isten, a, mondjuk én most itt találtam egy rakást, most azt mutogatom itt éppen, de Vénusz, vagy Butha, mondjuk Butha nem mondta, hogy Isten van, de mindegy, síva, Atlas, Herkules, azok a görögök, meg a rómaiak, Pán, Anubis. Végtelen van ezekből. Sőt, Cristiano Ronaldo, Madonna, ezek mind-mind Istennek számítanak. Hiszen emberek követik őket. Az Isten attól függ, hogy hogy definiálja az az ember az Isten. Van egy rakás, erős tanító. Aki hatalommal rendelkezik, és aki fejlettebb, mint az ember a spirituális világban. De ezek közül csak egy van, és ő teremtette mindent. De ezt el és kell többi, hinni. Többi kicsoda hozzá képest? Pontosan? Hát ugyanúgy, mint ahogy a te gyerekeid hozzá képest kicsodálják. Azok tőled származnak, szóval te vagy a vezetője ennek az egésznek. Az egy más kérdés, hogy azok nem engedelmeskednek neked, de attól még hozzánk képest ők mindenképpen idézőjelbe téve Istenek, hogyha ha belegondolsz, hiszen tudják manipulálni az ember gondolatát, és ezzel felettünk állnak, ez a lényege az egésznek. Akármennyire is szeretné az ember elhinni, hogy ő mennyire nagy dolog, vagy, vagy fejlett, vagy mennyi mindent kitaláltunk, semmit nem értünk volna el, hogyha ezek az erős tanítók, az elohimek nem segítettek volna minket a, történelem során. Ez például Énok könyve nagyon szépen, gyönyörűen leír egyből az elején ezzel kezdi. Azok, a, az, a, azok a, az üzenet közvetítők, ezek az Elohim-ek, akit angyalnak hív a világ. Egy része együtt dolgozik az emberiséggel a történelem kezdete óta azért, hogy a teremtőt eltüntesse a színről. Nem úgy, hogy e megölje, hanem a mi tudatunkból kitörölje. És ők azok akik lehetővé teszik számunkra, hogy ezt a technikai tudást, amit megszereztünk, meg mindezeket a dolgokat, mi megalkossuk. Hogy nélkülük nem tudnánk ezeket megalkotni. valaki azt hiszi, hogy év, évmilliók, meg tízezer évek alatt mi kitaláltuk, hogy hogy kell vasat olvasztani, meg ilyeneket, hát könyörgöm. A, 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 érted, amit mondok? Hogy hogy találhatod ki, hogy hogy kell vasat olvasztani? Hát ahhoz először tudni kell, hogy ez valami az, ami a földben van. Olyan, a... mint, olyan mint, például a mérges gomba is, hogy ki volt az, aki rájött először arra, hogy az mérges gomba. <laughs> Vagy, hogy az nem. nem? Ki az, aki azzal, hogy mellesleg, amit mondasz, ez a mérges gomba, ezt is ők árulták el. Én a könyvét érdemes elolvasni mindenkinek, és akkor rá fog jönni, hogy a világ egy nagyon más hely, mint aminek ő ezt elképzelte. Sőt, nekünk van hangos könyvverzi, úgyhogy el se kell olvasni. Én azt javaslom, hogy mindenki, akit érdekel ez a téma, Hallgassa meg az Énok könyvének a hangos könyv verzióját, mert abból egy egész más világ fog majd a előtárolkozni, mint amit gondol a Bibliáról, vagy az írásokról. Ez egy sokkal ö, brutálisabb harc, amiben mi részt veszünk, mint ahogy a legtöbb ember azt képzeli. Ez, ez valóban egy élet csak nem úgy tűnik. Ezt beszéltük már korábban, legalábbis úgy emlékszem, hogy említettem, hogy nekem egy kicsit idegen az apokrifirat. Ó, igen, mondtad. Ö, elkezdtem nézni egyébként ezt a hangos könyvet, amit te feltöltöttél. Mm -hmm. De majd szerintem egy külön videóban ezeket is megbeszéljük. Oké. Okay. Még addig itt felteszem a maradék kérdéseket, amiket találtam. Hogy holokausztra például mi a, véleményed, meg a mandala effektusról. Oké, okay. a mandala effektus, mondjuk mind a kettő egyszerű. A én nem akarok belemenni. A, mondjuk a mandala effektus, én gondolkodtam ezzel nagyon sokat. Persze ismerem, hogy tudom, mit beszélnek róla. Biztos van mással is, nem csak velem, hogy, hogy, rácsodálkozik valamire, hogy hogy, hogy nem vettem ezt eddig észre, hogy én például olvasom a Bibliát, mit tudom én, elolvastam négyszer, most olvasom ötödjére, és olyan dolgok vannak benne, hogy úgy vagyok vele, hogy hogy lehet, hogy ezt én nem olvastam, amikor már olvastam négyszer, meg amúgy meg már százszor így a videóba, és ezt nem vettem észre mégse. Szóval szerintem nagyja annak a Mandela effektusnak ez, hogy egyszerűen csak dolgok, amiket nem vesz észre az ember, és miután felhívják rá a figyelmét, azt gondolja, hogy ú, tényleg ez egy, ez, egy, ez, ez. Én nem hiszem, hogy, hogy meg tudják változtatni a, a múltat. De, de van egy másik elméletem, az pedig az, hogy a mesterséges intelligencia, ami irányítja ezt a világot, meg az egész internetet, egyszerűen csak át tudja alakítani ezeket a képeket visszamenőleg. Meg akárhogy. Ez, ami ma eszembe jutott, mert pont erre gondoltam, a Ford logó miatt. Mm. Hogy, hogy a Ford logóról volt szó, hogy van rajta az a kis kunkor vagy nincs. Ezt, ezt a Google el tudja intézni egyszerűen? Hogy miért csinálják, az egy nagyobb kérdés, nem tudom. Jó, azért az, hogy el tudja intézni, az nem teljesen igaz. Mm -hmm. Mert például, most én más, más példát fogok elővenni. Van az a társasjáték, a Monopoly. Mm -hmm. Ugye annak a figurája, annak sokan állítják, hogy Monoklis, de nincs neki Monoklia. Most, mit tudom én, valakinek van egy 15-20 évvel ezelőtt két játéka, akkor azon. Azon, 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 nem, azon nem, nem tudja elintézni. Most pont ezt lézem, amúgy. Ezért mondom, hogy nem tudom. Mi van akkor, hogyha az a monoklis dolog megváltozott már 5 évvel ezelőtt, vagy 10 évvel ezelőtt. Úgy értem, hogy nem tud bebizonyítani. Hogy úgy van, mert csak azt fogják mondani, hogy ez egy másik kiadás, az kész. nem? Vagy egyszerűen csak létezik egy karakter, ami úgy néz ki, és azzal keveri össze az ember. Én szerintem ez lehet, de azt nem tudom, hogy miért került elő. Tudod, az egy érdekes kérdés, hogy miért, miért találták ki ezt, hogy, hogy van, nem tudom. A történelemről annyit csak, hogy ezt a mondást nagyon sok embernek tulajdonítják, hogy a történelmet a győztesek írják, többek között Winston Churchillnek. Ez szerintem egy kétségtelen tény. A történelmet a győztesek írják. Szóval a. Tör én ezen is gondolkoztam még, Amire azt mondjuk, hogy az orosz elnyomás, hogy az, mikor 56-ba bejöttek az oroszok, hogyha 40 évig az felszabadítás volt a történelmi könyvekben. Amíg, amíg, oroszor, amíg a kommunista uralom alatt voltunk, addig az oroszok bejöttek felszabadítani minket a második világháború után, nem 40, mikor bevonultak ide 50 évre. Uh -huh. Azt úgy tanulták a mi szüleink, hogy az oroszok bejöttek, azt felszabadítottak minket. Most úgy tanuljuk, hogy ez egy orosz megszállás. Pedig ugyanarról az eseményről van szó. Úgyhogy az a, arról besz... Sőt, hát szerintem a történelem nagy része egy hazugság. Úgy értem, hogy mindez, ami... ami ha, ha most ennyi hoax van, mi, miért gondolja már bárki, hogy ez nem így volt régen? Miért ne lett volna régen. Azt tudjuk, elmondták nekünk, hogy Hitler gyújtotta fel a rejztágot és ráfogta a kommunistákra. Hát ma ugyanezt csinálja. Ezt csinálják, azt csinálják, azt ráfogják a terroristákra, vagy, vagy Assadra, vagy, az, vagy akárkire. Meg nem véletlenül vannak ilyen adatok titkosítása, hogy 50 évre, meg 100 évre, mert olyan információk vannak benne, amik 50, meg 100 év múlva már nem lesznek fontosak, de kibukik a dolog, hogy akkor abban a pillanatban hazudtak az embereknek. Így van. Szerintem minél messzebb megyünk vissza a történelembe, annál kevesebb része igaz. Én ezért mondtam a múltkor, hogy a 48-as szabadságharc, meg az a aranybulla, meg Szent István, meg ezek a dolgok. Hát most, ha, ha valaki azt mondja nekem, hogy, hogy miért hiszek a Teremtőben, hát ő miért hisz van vagy Mátyás király? Mátyás király egyébként egy, egy echte mese. Tulajdonképpen nem? Uh -huh. A Jóságos király, aki járja az országot áruhában. Hát valaki ezt ezt érted, amit mondok? Hogy, hogy lehet ezt elhinni? Hogy ilyen van? Itt volt, vannak még ilyen kérdések az Ószövetsége kapcsolatban, hogy ezt, ez is gondolom neked szól, Nézd. Ez, az Ószövetségben élni mióta messiási elfogadás, de ez, ez megint egy olyan dolog, amiben én nem mennék most bele, mert ez szerintem szintén egy több órás témát Ugye, igényel. Ez, vagy ez egy hosszú történet, de, de ha, ha valakit ez érdekel, akkor a Yahoo útján rengeteg válasz van erre, de csak annyit tennék hozzá, hogy a megváltó maga az ószövetségi, az úgymond ószövetségi szabályok szerint élt. Hogyha valaki ismeri a Bibliát valóban, akkor azt tudja, hogy az úgynevezett Jézus, akit ők Jézusnak neveznek, az a karakter, az a Tóra szerint élt, ami az ószövetségi szabályrendszer. Ezt lehetetlen tagadni. Sőt, hibátlanul követte azt, hiszen ő volt az a bárány, aki hibátlan. És ha azt mondjuk, hogy őt követjük, akkor úgy kell járnunk, ahogy ő járt, különben nem követjük. Ha van egy fiad, akkor az téged képvisel a világban, nem azáltal, amit mond, hanem ahogy viselkedik, nem? Uh -huh. Szóval, ha én azt mondom, hogy őt követem, akkor én nem élhetek másként, és mondom azt, hogy én őt követem, mikor abszolút mást csinálok. Szóval szerintem ez egy egyszerű kérdés. Ha valaki nem úgy jár, ahogy ő járt, akkor nem őt követi. János első leveles ezt leírja mellesleg, de mindegy, ebben nem akarok, mert nem tudom, hogy mennyire érdekli az embereket, de azt akarom mondani, hogy ez nagyon egyszerű. Azt csináljuk, amit ő csinált. És innen tudjuk, hogy mi az ővéi vagyunk. Ha nem azt csinálod, akkor nem vagy az ővé. Hogyan ismerhetem meg Istent, mint spirituális erő, vagy jelenség, vagy segítő lélek? Mhm. Uh -huh. Táruljában, az... tehát nem tudom, hogyan mondjam, nem akarok bunkónak tűnni. Oh, oké. Okay. Um... A legegyszerűbb megismerni, le, leírta, hogy hogyan ismerheted meg, az pedig benne van ebben a könyvben, amit Bibliának hívunk. Ami, ami le van írva, az az ő karaktere. És ezt megtestesítette Masiák, a Felkent, a Megváltó, aki ugye Jézusként ismer, valószínűleg itt mindenki. Ő volt az, aki megjelentette, hogy milyen lenne az Atya a Teremtő, ha ember lenne. De mivel nem az, ezért nem tudjuk. De a, a megváltónak az életformája formája és az életvitele át legközelebb ahhoz, amilyen az agya lenne. Szóval, hogyha te meg akarod ismerni, egyszerűen csak azt kell csinálnod, amit ő csinált, és így benne élve abba az életformában, így azonosulni tudsz vele, és olyan leszel, mint ő. Tehhez tanulmányozod az egész könyvet, és akkor, akkor a, a, a részleteket megtanulva, és azokat beépítve az életedbe, olyan lehetsz, mint mint ő a, a saját magunk megszorításai között, mivel mi ugye anyagi, fizikális lények vagyunk, ő pedig nem. De ez a legegyszerűbb mondja, hogy olvasod azt, ami le van írva. Gondoltam erre egyébként sokszor, hogy hogyan kéne elképzelni ezt, hogy olyan, olyanok lehetnek az emberek, mint ő, uh -huh. közben meg ugye írja azt, hogy nagyon sok helyen utalnak arra, hogy senki se lehet olyan, mint ő. Uh -huh. hogy akkor ez a köztes, hogy én szerintem senki sem lehet olyan, mint ő, de elvárja azt, hogy törekedjenek rá az emberek. Pontosan. Ez nem lehetséges így? De. Sőt, el is mondta, hogy, hogy ez így van. És ezért mondja, hogy az, 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 amit mondjuk az emberek szent lélek, vagy szent szellemként ismernek, mikor úgy érzed, hogy valamit rosszat teszel, és nem kéne megtenni, de mégis megteszed, az a lelkiismert furdalás, amit annak hív az ember, az az, az az ő lelke idézőjelbe, ami működik benned, ami mutatná neked az utat, ha hallgatnál rá. Szóval ő sok segítséget ad neked ez a lényeg. Egyrészt megmutatja, hogy ő milyen, mint ami le van írva, másrészt elküldi azt a lelket, ami e mögött áll, és a kettő együtt lesz ő. Ugyanis nem elég csak csinálni, mint egy robot, hanem abba kell, hogy legyen egy megfelelő szereted, de nem elég maga a szeretet sem, mert van egy szabályrendszer. Szóval a kettő együttesen adja ki őt. Nem, nem elegen, elégséges. Én nem azt mondom, hogy csak csináljuk azt, ami le van írva, mint egy robot. Ehhez tartozik egy szellemiség, egyfajta spirituális viselkedés forma, és azt ő megadja ő maga. És ez a szent szellem. Szóval ez a kettő együtt működik az ember. Ez egy végtelenül egyszerű dolog egy. Csak elhitették velünk, hogy ez bonyolult. De amúgy szerintem egy relatíve egyszerű egyszerű, de nem könnyű így fogalmazni. Itt valaki poénosan megígyezte, hogy ez azért lesz jó, már mint most visszatérve az új világrendhez. Uh -huh. Ez azért lesz jó, mert mondjuk 10 év, ha mondjuk tíz év múlva lesz, mert hogy mi 30 évvel le vagyunk maradva. Igen, <laughs> azt emlékszem, arra, az vicces. De ez nem így fog működni. Felzárkóztatnak minket nagyon hamar. Itt a középse videóval kapcsolatban ez az 5G. 4 uh -huh. és az 5G között nincs akkor a különbség, amiről itt beszéltek. Ó, oh, figyelj, én ezt bemutattam a videóban, hogy mekkora különbség van. A 4G az, az egy ilyen óvodás történet az 5G-hez képest. A frekvenciában különösen. Most mm. én megkereshetem itt pontosan a, az adatokat, de hát a, a 4G az, 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 az gyerekcipőben van ahhoz képest, mint ahol ahol van a. a most itt az nézek egy-két. 1 egy, egy gigabyte per szekundum az a csúcs, a 4G-nél 20 gigabyte per szekundum az 5G-nél, tehát 20-szoros, 3 gigahertz a maximális spektrum, 30 gigahertz az 5G-nél, szóval 10-szer annyi. Ti, 100 ezer kapcsolat négyzetkilométerenként, ez a 4G, 1 millió kapcsolat négyzetkilométerenként az 5G, 7,5 exabyte havonta az adatforgalom a 4G-nél, 50 exabyte az 5G-nél, szóval 7 5, 5 gyakorlatilag 10x20 szal Ezt nem lehet mondani, hogy a 4G az 100 megabyte per szekundum per másodperc, bocsánat, az 5G 10 gigabyte per másodperc. Szóval 100 megabyte az meg 10 gigabyte per másodperc. 10 gigabyte, hát ez milyen letöltési sebességet tesz lehetővé, az, gyakorlatilag elképesztő. Ahhoz képest, ahol... Ilyen, ilyen HD minőségű film, az körülbelül maximum 1-2 giga. Na, és az, az két másodperc alatt lejön. Vagy egy. Egy 3D film 6 perc alatt jön le 4 gigabájta, ide van írva, 2-300 megabájt per, per másodperc, 6 perc, 5G, meg 3,5 másodperc. És ez, ehhez tartozik egy ugyanilyen különbség a frekvenciában is, ami, ami gyakorlatilag egy fegyver, de itt van ez is. 700-tól 2100 MHz a frekvencia a 4 g 2100 MHz, az 5G meg 40 GHz. Úgyhogy nem az, hogy nincs, hogy kis különbség van, hanem gigantikus szó szerint különbség van a kettő között. És ez ugyanilyen hatással van az ember egészségi állapotára, szóval az egy veszélyes ügylet lesz. Sőt, az lehetővé fogja tenni szerintem azt, hogy az embereket irányítani lehessen távirányítással, amennyiben szükség van valami technológiára, úgy gondolom, amit az ember be, bele kell majd helyezni, de az biztos, hogy ha az megvan, ez a beültetett technológia, akkor utána ez az 5G rendszer lehetővé teszi azt, hogy az ember távirányításra lehessen irányítani. Ez biztos. Hát ha már csak belegondolunk abba, hogy olyan nanotechnológia létezik, ugye, hogy e, megöli a vírusokat, tehát úgy kering a szervezetben, hogy oda megy, ahova szükség van rá. Így van, meg amit még nem tudunk. Mindez hát az, az a másik. A mindezek a dolga, amiket még nem tudunk. Kommentben nem találtam meg, mert szerintem ezt nem ezzel kapcsolatban írták, de viszont ide tartozik, hogy volt egy olyan, elég sokszor megemlítették a jelenések könyvével kapcsolatban, uh -huh. hogy mi van akkor, hogyha ezeket direktből veszik ki a Bibliából. Tehát nem a Biblia írta le, nem János írta le, amit látott, és az fog megtörténni, hanem Látul. ami le van írva a Bibliába, az alapján rendezik a dolgokat. Ez egy ilyen valamilyen szinten van belogika, de szerintem, ha jobban belegondol az ember, akkor az egy elég elég uh, logikátlan hát, eltevés, hogy... Miért csinálnák azt, ez ugye az egyik, hogy miért is csinálnák azt, mi lenne az értelme annak. Sőt, hogy képzeljen mindenki azt, hogy, hogy uh, mekkora energiákat fektet bele a világ abba, hogy a kereszténységet és a Bibliát nevetségesít egy. Gyakorlatilag minden kérdés, amiről eddig szó volt itt, az azzal volt kapcsolatos, hogy a Bibliát valamilyen úton-módon kétségbe vonják az emberek, nem? Miért, nem? miért nem próbáljuk kétségbe vonni akkor a buddhizmust, vagy a védák könyvét, vagy a pártusokat, vagy a hindú szent könyveket? Miért az egész világ a Bibliával foglalkozik, hogyha az egy hazugság? Mi, miért nem be, a Harry Potterről nem beszél senki, vagy, vagy, vagy a Mátyás király meséért nem próbálja meg? Érted, amit mondok? hogy Miért Próbáljuk akkor, hogyha ez egy mese, akkor minek foglalkozni vele, hiszen úgy is kiderült volna már, hogy ez egy hazugság, nem? A hazugság előbb-utóbb úgy is kiderül. Én szerintem ez a legnagyobb bizonyíték kellene, hogy legyen mindenkinek, hogy akkor energiákat fektetünk abba, legalábbis a világ, hogy minden, ami le van írva a Bibliában, annak mi, úgy, mint szabályrendszer, annak mi az ellenkezőjét csináljuk. Nem tudsz találni egy olyan szabályt, amit mi betartanánk. Mindennek pontosan az ellenkezéit akarja az ember csinálni, mint ami le van írva. Persze mondhatnánk azt, hogy jó, ölni nem lehet, de attól függetlenül még háború van gyakorlatilag folyamatosan, és folyamatosan ölünk, meg, meg halál, meg, meg a vírusokkal, meg amit fújnak, meg permeteznek, meg a vizet, meg az élelmiszet, meg mindent mérgezik, akkor a, a különböző ezek a felvonulások az utcán, ami történik, Legalizálása mindennek, ami egy útálatosság az írásokban. Én szerintem egyértelmű. Sőt, számomra ez volt az egyik leg, legnagyobb bizonyíték. Hogy az egész világ ennek ellenére épül fel, mint ami le van írva. Számomra egyértelműen látható volt, hogy mi az, ami történik. Meg az konkrét, hogy ez az egy, itt az, amiben az emberek többsége belekölt. Az összes többivel meg inkább megbarátkozik, vagy elfogadja, hogy van olyan, aki hisz a buddhizmusba ezekbe azokba, hmm. de ez ilyenekben jelentősen többen kötnek bele, mint hogy ne? az egyéb videókba, az egyéb témákba. Igazából a buddhizmus, hát figyelj, azt, azt egyszerű elfogadni, ami nem jár abszolút semmiféle megkötésekkel. A, a buddhizmus, meg ezek a távolkeleti vallások, itt nincs, nincsenek megkötések, hogy ez vagy az, vagy mit lehet, vagy mit nem lehet. Hogyha valaki megismeri a a Biblia üzenetét, az írásokat, akkor rájön arra, hogy az egy, az egy egészen más életformát ír le, mint amit mi most élünk. Szóval, ha te azt mondod, hogy te azt akarod követni, akkor, akkor olyan szintű, meg mélységű változtatásokat kell eszközölni az életedben, ami ami nagyon nehéz. I ilyen nincsen egy. Jó, most a kereszténységet én kihagynám ebből, mert az, az egy téves út, de az igazi Követése a megváltónak az, az olyan áldozatokkal jár, meg olyan lemondásokkal, amire a legtöbb ember nem hajlandó. Persze, ennek megvan a utána, ugye, a, a, ez, ez egy sokkal jobb életforma az ember számára, de mint egy gyerek. A gyerek azt hiszi, hogy, hogy megenni minden nap az összes csokit, amit meg lehet szerezni, az egy jó dolog. Végül is úgy tűnik, de te, mint egy szülő, megmondod neki, hogy figyelj csak, ez nem így működik. Meg lehet enni abból max egyet, de utána minél többet tesz, annál jobb gázok keletkeznek a szervezetedbe. Ugyanígy a Teremtő is megmondta, hogy mi az, amit lehet, mi az, amit nem lehet ezen a helyen csinálni, mert ő ezt úgy találta ki, hogy hogy itt ne lehessen mindent megenni, ami él és mozog, vagy mindenkivel akármit csinálni, amikor csak kedven van hozzá, meg ilyenek. Mert ő tudja, hogy mi a jó nekünk. Mm -hmm. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót. Mindenkinek a legjobbakat. Hallelujah is shalom.